Zsibongó tömeg, karácsony. Jövés-menés a forgatagban. Szétnézek a kacatok között, és megállapítom, hogy idén is nehéz olyan ajándékot találni, aminek szellemi tartalma van. Talán kevesen keresik. Mindenütt sok ember. Az egyik kirakat előtt nézelődő gyerek kérdi az anyjától. Ugye ezt hozza el a Jézuska? De jó, legalább a gyerekektől nem vesszük el a karácsony misztériumát. Arrébb egy koldus, mindig ugyanazon a helyen kéreget. Szegény elesett emberek, akik vágyják a számukra az adakozásoktól is többet érő emberi szót. Elmegyek én is mellette csendben, és találok a zsebemben némi apró pénzt. Körbenézek magam körül. Fényes öltönyökben köpönyek forgató emberek. Fiatalok mobiltelefonokkal. Nevetés, forralt bor, mézes kalácsillat és egy jóságos mosoly a meghitt ünnepen. Eszembe jut egyik karácsonykor, anyám hálás pillantása, hogy élete utolsó napjait otthon, a családdal tölthette. Számára akkor az idő volt a legnagyobb ajándék. A három lila és az egy rózsaszín gyertya elégett, készülődöm én is a szeretet ünnepére, és emlékezem. Falusi kántáló öregekre gondolok, arra, hogy régebben milyen fontos volt a karácsony a családoknak, a közösségeknek. A legnagyobb keresztény ünnepet még a háborúk alatt is igyekeztek megtartani az emberek. Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Ilyenkor a szeretet és a megbékélés idejét töltjük. Kik vannak körülöttem? Karácsonykor mindig is ez volt a legfontosabb. Kislányként testvéreimmel hócsatázni az ünnepi vacsora előtt, majd jött a nagy társasjáték, közös filmnézés vagy múltbéli történetek. Befelé figyelek. Otthon vár egy kisgyerek. Azt mondom, karácsonykor beszélgessetek, nevessetek, éjféli misére menjetek, jókedvel énekeljetek, mert mennyből az angyal lejött hozzátok.